Üdvözöllek, Czakó Krisztián vagyok, és köszöntelek a Linux Akadémia online Zentiál képzésén. A mai napon, a múlt héten megjelent Zentiál 4.0 újdonságairól lesz szó. Bővebben egy picit a mai téma. Egyrészt tényleg a Zentiált szeretném bemutatni, ha nem ismered, ha már ismered, akkor inkább a 4.0-nak az újdonságai, az, ami érdekes lehet számodra. Ezekről fogok utána beszélni. Aztán a második felében, mint mondtam, a mai alkalomnak gyakorlatban végigmegyek a 4.0 telepítésén, azon belül, hogy hogyan telepíts föl a Active Directory Domain Controller-t és az Exchange-t, hogyan állítsd be, hogyan használd ezt egy Windows 8.1-es munkaállomásból és Office 2013-ban lévő Outlookból. Nagyjából ez fog beleférni így a mai alkalomba, és természetesen majd a folytatásban, a későbbi alkalmakkor hasonló ilyen online képzéseken meg fogom mutatni mélységeiben azt, hogy mit pontosan, hogyan csinálja ahhoz, hogy egy ilyen rendszert jól hozzá létre és jól tudjál üzemeltetni. Erről lesz szó majd a következő hetekben. Ma ez az alap lesz, hogy hogyan is néz ki, hogyan is megy ez. Értelemszerűen a képzésekben, ami majd következik, kiemelten fogok foglalkozni azzal, hogy a Windows 2003 szerver, illetve a erre a épülő Small Business szerver életciklusának a végével hogyan tudsz ingyenes alternatívára, ez esetben a Zentiára migrálni ebből a rendszerből. Úgyhogy ha ez érdekel, ezért is érdemes majd velem tartanod ezen a képzés sorozaton. Természetesen egy pár szóban a Zentiál 4.0 technikai változásait is meg fogom mondani, ebbe lesznek kisebb, komolyabb mélységek, meg kevésbé mély dolgok is, majd ennek is itt lesz az ideje, és a kérdések. Kérdések nem csak a végén, bármikor, menet közben nyugodtan kérdezz a szöveges üzenetablakba, amikor éppen van egy kis szusszanásnyi szünet abban, hogy haladok, akkor rá fogok nézni a kérdésedre, és megválaszolom azt, hogyha tudom. Mit érdemes a Zentiáról tudnod, ha még nem ismered? A legfontosabb dolog, nyílt forrású Linux alapú operációs rendszerről beszélünk, tehát semmiféle kereskedelmi megkötés nincs. Bármikor, bármire szabadon használatot terjesztheted, módosítatod, azt csinálsz vele, amit akarsz. Nyilván ebből az egyik legfontosabb előny az, hogy szabadon használatod, nincs felhasználói korlát. Nem kell licenszelni, nincsenek kalok, tehát nincs semmiféle olyan korlát, hogyha több felhasználód van, még több licenszet kell venned, nincs hardware függőség, mint az OM licenszek esetén, bármikor föltelepítheted bármilyen vasra, bármikor frissítheted bármelyik verzióra. Az egyik nagy előnye, hogy fél óra alatt működő kisfelati szervert tudsz vele készíteni. Active Directory-vel, Exchange-el, márhogy Exchange kompatibilis szerverrel, majd erről még fogok egy picit bővebben beszélni, hogy az mennyire Exchange, nyilván nem Exchange-ről beszélünk, de hogy mennyire kompatibilis vele, meglepően egyébként. Natívan támogatja a Windows klienseket, XP-től a legújabb Windowsig, oké, a 10-est még nem próbáltam ki, a 8.1-el hibátlanul működik, azt tudom, értem szerint a Vista-val sem próbáltam ki, gondolom azzal is, 7-essel, 8.0-val, 8.1-el van tapasztalat, azzal biztosan szépen működik. Egyszerűen tudsz rá migrálni, mivel Active Directory technológiáról van szó, a meglévő Active Directory alapú hálózatodba, legyen az egy Windows Small Business Server, vagy bármilyen egyéb Windows Server, vagy Exchange Server környezet, amit van, abba be tudod léptetni, mint tartományvezérlő, további tartományvezérlő, az Active Directory tartomány migrálható rá, és az Exchange-ről az adatok is migrálhatóak rá, erről majd egy pár mondatban lesz szó. A minimum verzió, amit megkövetel, az a 2003 R2, illetve az erre épülő SBS szerver, ami kell ahhoz, hogy be tud léptetni a tartományba. Annyival állsz egyébként jobban, mint a Windows-zal akarnál frissíteni, hogy a 2012-es Windows szerver szóba se áll a 2003-mal ilyen szinten az én ismereteim szerint. Ha tévednék, javítsatok ide. Én úgy tudom, hogy a 2003-ról a migrációs út 2012 R2 felé úgy megy, hogy kell közben azt hiszem egy 2007-esre frissíteni. Én így emlékszem, hogy ez így hangzott el a Microsoft részéről. No, ezzel szemben ugye Zentiál 4.0-ra simán egyszerűen belépteted egy 2003 R2-es vagy újabb szerverrel működő hálózatba, és egy lépésben tudsz rá migrálni. Mivel ingyenes, nyílt forrású szoftverről van szó, az új verziókra való áttérés is ingyenes, tehát nem lesz az, hogy na, kijött az új verzió, át kéne térnünk, oké, ez hány százezer vagy hány millió forint cégmérettől függően, nincs.
plusz költség, legalábbis licensz oldalon semmiképpen. Üzemeltetési oldalon pedig cseppet sem gondolom azt, hogy bonyolultabb lenne üzemeltetni, mint egy Windows szervert, sőt, nekem az a tapasztalatom, hogy inkább egyszerűbb. Nem igényel Linux ismereteket, és ez egy nagyon fontos dolog annak, aki nem a Linux világából érkezik. Ha a Linux világából érkezel, sincs gond, ott van alatta a Linux, ha azt szeretett piszkálni direktbe, azt is lehet. A képzésen majd lesz arról is szó, hogy hogyan lehet úgy belenyúlkálni, mert sok mindent generál konfigurációs fájlokat, tehát Linux ismerettel ez egy kicsit furcsa, de ott is megvan a módja annak, hogy szabályosan belenyúljál. Lesz erről is szó azok kedvéért, akik Linux oldalról jönnek. Ha nem a Linux világából érkezel, és van már ismereted abban, hogy telepítettél szervert, tehát gyakorlatilag bármilyen Windows szervert feltettél, legyen a Small Business vagy normál Windows szervert, tehát teljesen mindegy melyik változatát, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy egy Zentia szerver telepítése is gond nélkül menni fog számodra. Van azért az is, hogy hova nem ajánlom nyilvánvalóan. Nem ajánlom nagy vállalati környezetbe az Zentia rendszert, így ebben a formájában. Nem mondom azt, hogy nem lehet megoldani vele, sőt, tudom, hogy a Zentia csapata egyedi igényre, fejlesztésekkel, megfelelő módosításokkal alakított ki úgy Zentia környezeteket, ami komoly, több ezres felhasználói bázissal létezik, több telephelyes, tehát komoly nagy vállalati megoldást is szállított már ezzel, de alapvetően azt, amit le tudsz tölteni a netről, azzal ez nem alkalmas. Igazából nem támogatja a webes felületéről könnyen kezelhetően semmilyen formában a több tartományos működést, a Domain Trust rendszerét. Az alatta lévő Linux-szal meg lehet ezt oldani, de az NTL felület ezt nem tudja, tehát abban az esetben nem az NTL az ideális választás. Egyébként a vállalati környezetben viszont tökéletes vagy középvállalati, ahol egy tartományod van, tehát olyan helyre ajánlom kifejezetten, ahol egy tartományod van, nincs az erdőben több tartomány, nincs erre szükség a cég szervezet méretének, nem, vagy mérete nem igényli ezt a szintet. Természetesen több szervered lehet, azzal semmi gond, az tökéletesen támogatja az NTL, ez mehet vegyesen is. Tehát 2003-tól a 2012 R2-es legújabb verziókig bármelyikkel együtt tud működni, Active Directory szinkronizáció történik, tehát teljesen mindegy, hogy most az NTL-ra hoztad létre az AD-t, és abba léptesz be Windows szervert, vagy fordítva, Windows szerverre létrehozott AD-ba léptesz be az NTL szervert, és természetesen több NTL szervert is összekapcsolhatsz ugyanezzel a technikával, tehát Active Directory szinkronizációval. Igen, egy kicsit furcsa hangzik, hogy két Linux szervert, az esetben két Zentiát is AD-vel szinkronizálunk egymáshoz, de hát ez a technológia, amit itt most megvalósítunk, tehát így fog működni ebben a módban a legjobban, és így lesz kompatibilis az egyéb rendszerekkel. Aztán a másik hely, ahova jó szívvel lehet ajánlani, és az Zentia csapata ajánlja is, hosting szolgáltatóknak hostolt exchange helyett föl tudod használni a Zentiában lévő OpenChange-et hosting oldalon is, és tudsz hostolt szolgáltatást nyújtani úgy, hogy Outlook kliensekkel lehet használni, mobil készülékekkel, aktív szinkkel lehet szinkronizálni, és így tovább. Ez is egy nagyon jó felhasználási terület, amit lehet választani. Aztán akkor nézzük meg, hogy milyen feladatokat tudsz vele ellátni így röviden, nagy vonalakban. A általános vállalati környezet az, amire ideális, tehát tudsz vele Active Directory tartományt kezelni, Active Directory tartományvezérlőként, további tartományvezérlőnként, vagy ha őt nem tartományvezérlőként akarod használni, akkor tartományi szerverként is föl tudod telepíteni, hogy csak egy meglévő ADDC-re ről veszi a felhasználói adatokat, de ő maga nem része a AD-nek új módon, hogy szinkronizálná azt, tehát ő nem tartományvezérlő, csak simán tartományi szerver. Ezeket a funkciókat tudod vele használni. Támogatja a teljes egyszeri belépést a single sign-on, a Kerberos technológián keresztül, komplett Kerberos-t kapsz vele, akár vegyes környezetben is tudod használni, tehát Linuxok is tudnak autentikálni single sign-onnal Kerberoson keresztül, hiszen a Kerberos egy teljesen szabványos dolog, és értelemszerűen a Windows-os, macOS-es munkállomások számára is elérhető ez a hitelesítés, illetve beléptetési rendszer, teljesen jól működik, meg fogod ma is látni, hogy egyszer beléptem a felhasználóval, elindítom az Outlookot, és nem kér tőlem úgy a felhasználó nevet és jelszót, amikor a szerverhez akarok kapcsolódni. Támogatja a levelezést hagyományos módon és a csoportmunkás Outlook által használt exchange-es technológiával is. Korlátlan virtuális tartományt hozhatsz létre a levelezés oldalon, ami természetesen a csoportmunka oldalon is megjelenik. Semmi extra csodát ne várj, teljesen hétköznapi normál levelezés szolgáltatás van a mögötte. Ezt igazából pozitívunként mondom, mert
azt jelenti, hogy a normál Linuxos kiforrott, régbe vált technológia a levelezési része, van alatta egy jól működő IMAP POP 3 SMTP szerver, és majd az a felület, ami az Outlook-kal kapcsolódik, ami az OpenChange, az majd a háttérben ezen az IMAP SMTP keresztül éri el a beépített levelezőrendszert, és csak a csoportmunka egyéb részei, címtár, naptár az, amit adatbázis szerveren segítségével nyújt, de a többi a szabványos dolog. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan értékkel el fogod tudni érni mondjuk egy Thunderbird-del, vagy bármilyen IMAP-os SMTP-s levelező kliense, vagy POP3-mal, ugyanaz, mint egy normál Linux-os levelező szervered lenne. Csak van mellette még egy tartományvezérlődés, amellett egy OpenChange, ami a aktív, illetve ami az Outlook kommunikációt biztosítja, illetve egy felületet biztosít ez a kettő között. Tud hálózatmenedzsmentet nyújtani, neked nyilván ez elvárás egy ilyen szervertől, DNS szerverként tud működni, Active Directory nem is működhetne másképp, tehát ez kötelező, van benne beépített a DHCP szerver, amit pillanat alatt be tudsz állítani, és hitelesítés szolgáltató, ez is ugye fontos része a rendszernek, ami nem kihagyható, ezeket nyújtja természetesen. Van benne egy tűzfal is. Ez talán egy picit plusz ahhoz képest, amit egy átlagos Windows szerverben találsz, vagy egy Small Business szerverben. Oké, azzal is létre lehet hozni, ahhoz is vannak megfelelő tűzfal hálózatvédelmi eszközök. Itt az NTA-ban szintén további licenszköltségek nélkül ezeket is megtalálod. Tehát nem csak egy alap file szervert kapsz, egy csoportmunka, Exchange kompatibilis csoportmunkát, hanem még egy tűzfalat proxit is. A tűzfal értelemszerűen a Linux beépített kiváló minőségű csomagszűrő tűzfalrendszere, erre épül egy HTTP proxy, ami támogatja a tartalomszűrést, házi rendekkel kezelhető hozzáférés szabályozást, reklámszűrést, vírusszűrést webes tartalomba. Szabályozhatod a sávszélességet a szabványos QoS technológiákkal, illetve támogatja a biztonságos távelérést, azaz VPN-en keresztül, a Windowsnak a jól bevált Layer 2 tunneling protokollján az L2TP-n keresztül is elérheted, ha így szeretnéd, vagy a számomra szimpatikusabb, vagy a Linux világból jövő inkább abban a világban szimpatikusabb OpenVPN technológiával is lehet VPN-t építeni. Támogatja a szerver-szerver, vagy hálózat-hálózat összekötését is OpenVPN-nel, tehát két zentiál tűzfallal összeköthetsz két céges hálózatot transzparensen, vagy végfelhasználói gépekre, Windowsra, macOS-re, Linuxokra telepíthetsz OpenVPN klienst, és azon keresztül a felhasználók tudják elérni biztonságosan távolról a rendszeredet. Ezek nagy vonalakban a Zentiel által nyújtott szolgáltatások. A hagyományos levelezés, mint mondtam, támogatja az IMAP-ot, természetesen SSL-lel, StarTLS-sel, biztonságos módot, ugyanez igaz a POP3-ra, az SMTP-re, van benne a naptár, illetve a címjegyzék elérésére CardDAV és CardDAV, valamint a levelek szerveroldali szűrésére szív rendszer. Ez a jól megszokott, klasszikus, mondjuk úgy Linux szerverrel menedzselt levelezés funkció. És erre épül a Native Exchange szolgáltatás, ami gyakorlatilag az összes most elterjedt Outlook kliens támogatja, 2007-től a 2013-ig az összeset. Egyébként az egyik újdonság most a 4.0-ban, hogy a 2013-as Outlook támogatása is megérkezett, eddig csak a 2010-ig volt támogatva, az eddigi tesztek szerint kiválóan működik stabilan. Tehát ezeket natívan támogatja, a natív támogatás azt jelenti, hogy semmilyen kliens oldali kiegészítőre nincs szükséged, nem kell azzal vacakolni, hogy most kliens oldalon fönt van, nincs fönt, jó verzió van, fönt, nincs jó verzió, alatta esetleg a Microsoft éppen kiadott egy frissítés az Outlookhoz, ami miatt ez a kiegészítő épp ma nem működik, majd holnap megint fog, de addig mit csináljunk? Nincs ilyen. Teljesen natív Exchange protokollt valósít meg, az Outlook úgy érzi, mintha egy Exchange-el beszélgetne, ami ugye a szabványos protokoll dokumentáció alapján van megvalósítva, tehát semmi reverse engineering és egyéb trükk ebben nincs. A Microsoft dokumentálta ezeket a protokollokat, és ez alapján készült el ez a szolgáltatás. Támogatja az Autodiscover-t, látni fogod egyszerűen, elindítom az Outlook-ot, minden beállítás nélkül azonnal felismeri, hogy van itt egy Exchange szerver, ő annak látja, és automatikusan rákapcsolódik, és látom az adataimat, nincs vele semmi gondom. Támogatja az általános dolgokat, a szabad elfoglalt időpontkeresést a naptárban, a címkézését a leveleknek, a házon kívül üzeneteket, és a globális címlistákat is, és természetesen
ahogy a Exchange szerveren itt is megoszthatod, a felhasználók megoszthatják a tartalmakat egymással a rendszeren belül. Működik vele a távoli elérés, az Outlook Anywhere technológia, ugye az RPC over HTTP vagy HTTPS, HTTPS-en keresztül kívülről is elérhető, hogyha így állítod be a tűzfeladat a rendszer, és onnan is működni fog a hozzáférés, és ami nagyon fontos szintén, hogy a mobil készülékek szinkronizációja is megy, legyen szó Androidról, Windowsról, mint tehát Windowsos telefonról, vagy iPhone-ról, vagy bármi egyébről, ami tud aktív szinket, és a legtöbb készülék tud, azzal működni fog, egyszerűen ott is Exchange-ként állítod be, és szinkronizálni fog a címjegyzék, a naptár és a levelek is szépen jönnek, működik a push értesítés is minden szinten. És természetesen, ha ez még nem elég, akkor ott van egy webes felület, egy olyan webes elérés, ahol eléred a leveleket, címjegyzékeidet és a naptáradat is természetesen. Oké, vannak benne még extrák. Egy-kettőt emelnék ki ezek közül. Gyárilag kapsz hozzá egy spam szűrőt, kéretlen levélszűrőt, ami a világ egyik legjobb, legelterjedtebb levélszűrő rendszere. A Spam Assassin-ról beszélek egyébként, ha ezt ismered a Linuxos világból. Ez az egyik legjobb megoldás, amivel spamet lehet szűrni. Benne van gyárilag, nem pilóta vizsgás módon, hanem szépen kattingatva pár pillanat alatt be tudod állítani a használatát. Hasonlóan benne van az ingyenes Clamav vírusszűrő rendszer, amihez gyakorlatilag az adatbázis frissítés örökre ingyenes, hiszen ez nem egy kereskedelmi szoftver szintén. Sok éves gyakorlati tapasztalat a Clamavval az, hogy a vírusokat ugyanolyan szinten és minőségben szűri ki, mint a kereskedelmi vírusszűrő megoldások. Célszerű mondjuk a Windows desktopokon is persze vírusvédelmet alkalmazni, a kettő technológia együtt már egy nagyon hatékony, nagyon jó védelmet nyújt két különböző vírusszűrő rendszerrel, de önmagában gyakorlati tapasztalat az, hogy nem szoktak átjutni vírusok a Clamavval védett rendszereken sem. És ha már vírusvédelemről van szó, nem csak a levelezést tudja szűrni, tudja a webes tartalmat a HTTP proxy használata esetén, illetve a file server védelmére is alkalmas, ott is karanténba tudja tenni azokat a fájlokat, amik vírusosak, ez transzparensen, tehát ha megpróbálsz megnyitni egy fájlt, és kiderül, hogy vírusos, akkor nem fogod megkapni, helyére kerül egy text fájl, hogy ez vírusos volt, és elment a fájl a karanténba. Úgyhogy ez is védi a munkaállomásokat, és mindez beépítve gyárilag a rendszerben. Pár szó a menedzsmentjéről az NTA-nak. Nagyon egyszerű, jól átlátható webes kezelőfelülete van, ezt meg fogom mutatni, látni fogod majd a mai második részben, ahol a gyakorlati dolgokat fogom megmutatni, ahogyan is csináld ezt. Részben tényleg egy szép felület, könnyen kezelhető, könnyen érthető, az égvilágon semmilyen Linuxos háttértudásra nincs szükséged ahhoz, hogy ezzel menedzselni tudd a rendszert, beállítani, konfigurálni. Úgyhogy ez is egy jó dolog. Van hozzá opcionálisan távmenedzsment, ez már a kereskedelmi változat része, illetve távfelügyelet, ahol egy központi weboldalra bejelentkezve látod az általad menedzselt Zentia szerverek állapotát, illetve be tudsz avatkozni ezekbe a szerverekre, az tud neked riasztást küldeni, tehát külön felügyeleti rendszer sem kell hozzá, hogyha a kereskedelmi változatot választod. Ez az egyik plusz a technikai támogatás mellett, ami ahhoz a rendszerhez jár. Erről is azért egy pár szót majd fogok mondani, hogy még milyen előnyei vannak. A fő funkciók kezelhetők megszokott Windowsos alkalmazással is. Tehát ha nem tetszik neked az NTA felület, nem kell azt használnod. Innen is tudod a felhasználókat, csoportokat kezelni, meg a Windowsos technológiával, a Remote Server Administration tool-lal, vagy távoli kiszolgáló felügyeleti eszközei, ha valaki magyarul jobban szereti. Ez egy egyszerű frissítésként letölthető Windows 7, 8, 8.1-es rendszerekre. Elindítod egy tartományi rendszergazdaként, és automatikusan látja az NTA szervert, mint egy Windows szervert menedzselnél. Felhasználókat, csoportokat tudsz kezelni, kiadta minden a listából, de a DNS-t is tudod kezelni, illetve a házi rendeket is tudod kezelni belőle a megszokott Windowsos módszerrel. Ígértem azt, hogy egy pár szó lesz, hogy a Windowsos SBS szerverek kiváltása. A Windows Small Business Server az egyik, amit tavaly év végével szüntetett meg a Microsoft, mármint a forgalmazását. Tehát gyakorlatilag most már új szervert Small Business Serverrel nem telepíthetsz, választhatod helyette a Windows Server Essentials, amiben viszont nincs csoportmunka, nincs Exchange, drága pénzért megvelheted hozzá, vagy választhatod az Office 365-öt. Ha egyik megoldás se tetszik, se sokat nem szeretnél fizetni, se a felhőbe nem szeretnél menni, akkor egy nagyon jó megoldás az NTA, ami elérhető, meg feltelepíthető, nem fog megszűnni,
nyugodtan építhetsz rá, most is, hosszú távon is, és van benne helyileg működő csoportmunka szerver, ami Exchange kompatibilis. Nincs licenszköltséged vele, itt sincs. Teljesen mindegy, tehát nincs felhasználó korlát, nincs akkor se, ha csak tartományi file szerverként, tartományvezérlőként használod, akkor se, hogyha az Outlook-ok kiszolgálására Exchange kompatibilis szerverként használod, meg sehol máshol. Tehát annyi felhasználót veszel föl benne, amennyi jól esik, nem fogja azt mondani, hogy hopp, ez nem licenszet, és legális is lesz természetesen a használata. A támogatott verzió is teljes, nem kell lemondani a helyi csoportmunka szerveredről gyakorlatilag, tehát nem kényszerít a felhőbe, nincs olyan, hogy vagy ugye a small business szervernél nem támogatott verzióval mehetsz majd tovább, most még persze a már piacon lévő small business szervereket, amíg le nem jár az életciklusok, tudod használni, de a 2003-ra épülő small business szerver az most már nem mehet tovább, és hát azokkal menni tovább erős kockázattal jár, ha jól emlékszem, olyan 37 körüli biztonsági javítás volt csak tavalyi évben a 2003-as szerver termékekhez a Microsoft részéről. Nyilván valószínűleg nem fog megállni a hibák keresése adott esetben, de a Microsoft nem fog többet hibajavítást nyújtani neked ezekhez, tehát ahogy múlik az idő, egyre nagyobb kockázatot jelentenek a 2003 alapú szerverek. Itt egy jó lehetőség viszont szemben ezzel az NTL, ahol külön licenszköltségek nélkül aktuális, friss rendszerrel tudsz úgy dolgozni, hogy működik a helyi hálózatban a helyileg használható Exchange kompatibilis szerver. Technikailag hogyan tudsz átállni, akár Windows szerverről, akár Small Business, akár más típusú szerverről, ami Active Directory-val működik, pofon egyszerű. Majd a képzéseken azért a gyakorlati lépéseket is meg fogom mutatni ehhez. Igazából annyit kell tenned, hogy az NTL-t belépteted a már meglévő Active Directory tartományodba, mint további tartományvezérlő, ekkor ugye az AD szinkron meg fog történni rá, átteszed az SFMO szerepkörmaster szerepeket, és ettől kezdve a Windows kiléptethető a tartományból. Nyilván az adatok migrálása is egy fontos dolog, azt sem szabad itt kiadnod, át kell mozgatnod értelemszerűen a fájlokat, a SysVol-ból a csoportházi rendeket, illetve ha volt Exchange szervered, akkor a PST-ket tudod exportálni, abból ide pedig tudod importálni, és az adatokat így onnan át tudod migrálni könnyen és egyszerűen. Teljes mértékben támogatott rendszerről van szó, értelemszerűen a community változat, amiért nem kell fizetned, annak közösségi támogatása van. Ez a forum.zentia.org oldalon megtalálható, ott, mint bármilyen Linux rendszerhez itt is találsz közösségi támogatást. Hozzáteszem, hogy ugyanez a helyzet a Windows szerverekkel is. Tehát ha fölveszel egy Windows szervert, ahhoz sem fogsz támogatást kapni, mehetsz a Google-be és egyéb fórumokra a támogatásért. Ebben nincs különbség. Tehát ne kezd majd összehasonlítani, sokszor láttam ugyanis ezt a hibát elkövetni, emberek elkezdik összehasonlítani az NTL kereskedelmi támogatási árát a Windows licenszdíjakkal, ami két teljesen különböző dolog. A Windows licenszdíjat hasonlítsd az NTL licenszdíjához, az NTL esetében ez nulla, nincs, akárhány felhasználód van. A támogatási díj az mind a két esetben egy fizetős dolog, a Windows szervernél is, és az NTL szervernél is. A különbség legfeljebb a nagyságrendekben van, hogy mibe kerül, illetve hogy milyen korlátokkal és milyen SLA-val mit ad. Az NTL esetében itt is több különböző variáció van, hogyha erre van szükséged, megkeresel minket, és el tudjuk mondani, hogy a te esetedben pontosan ez mennyibe kerül. Ez már függ a felhasználóid számától, de azért nem olyan szigorúan, mondjuk, mint egy Microsoft licensznél. Általában az a tapasztalatom, hogy az NTL éves támogatási díja lényegesen kisebb, mint mondjuk egy azonos felhasználó számmal rendelkező Windows szervernél, csak a licensz lenne. Úgyhogy emiatt könnyű elkezdeni összehasonlítgatni, mert hasonló árkategóriákban mozgunk, de még egyszer mondom, nem licenszdíjról van szó ebben az esetben, hanem ezért komoly szolgáltatásokat kapsz, technikai támogatást, valamint különböző felhős szolgáltatásokat, mint a távmenedzsment, felhős szinkronizáció, felhős felügyeleti rendszerek. Ezeket most nem szeretném, tehát nem egy marketing kereskedelmi előadást terveztem mára, tehát ha ez érdekel, tényleg keres meg, pontosan el tudom mondani. Ha non-profit szervezet, állami szervezet, illetve egyéb oktatási szervezeteknek jelentős kedvezmény van még erre a egyébként is alacsony támogatási díjakra is. És ami fontos, hogy ez többszintű gyártói támogatást
jelent. Egyrészt Magyarországon megkapott tőlünk a Linux Akadémiától profi Linux szakemberek által, tehát mi nem csak az NTL ismerjük, mint kattingatós rendszer, hanem pontosan tudjuk az alatta lévő Linuxnak a működését is. Nem ijedünk meg, ha bele kell nyúlni a Linuxba ahhoz, hogy valamilyen hibát adott esetben el tudjunk hárítani. A más következő szint az NTL mérnökei, akik ezt az egész rendszert fejlesztik, ők hozzá tudjuk eszkalálni a problémákat, hogyha mi nem tudjuk megoldani, ők pedig a Canonicalhoz, aki pedig az Ubuntu fejlesztője, tehát egészen magas gyártói szintig tovább eszkalálódhat a hiba javítása, illetve a probléma megoldása. És ami nagyon fontos, hogy akár mi, akár az NTL szakemberei megteszik neked azt, hogyha a kereskedelmi változatod van, ha kéred, hogy távolról belépünk a rendszeredre, és ott megpróbáljuk orvosolni a hibát, tehát nem csak jó tanácsokkal látunk el, hogy hát ezt kéne csinálni, hanem belépünk a rendszeredre, és megoldjuk neked a problémát. Akkor pár kicsit technikai dolog most már a rendszerről. A NTL 4.0 technikai jellemzői. Ennek az alapja most már a 14.4-es LTS Ubuntu szerver, ami ugye egy hosszan támogatott rendszer, tehát sok évig még biztosan kapsz hozzá frissítéseket. Technikailag a Samba 4.1 Active Directory Domain Controller szoftver van benne, ez is ugye elérhető bármely Linuxra, csak az NTL-ba ehhez kaptál egy olyan management rendszert, amivel nem kell értsél a Linuxhoz. És ez az, amivel kommunikálni fog az AD-hez, és van hozzá az OpenChange 2.2, ami a OpenChange-nek a legújabb stabil változata, ami Exchange funkciókat tud nyújtani neked, ugye támogatja natív módon az Outlook klienseket. Ami fontos, mert sokan kérdezik, ezért ide raktam, nincs benne már OpenLDAP. Régen, a régebbi NTL verziókban az LDAP-ot OpenLDAP-pal oldották meg, itt már nem kell, ugyanis a Samba 4 tudja az LDAP-ot, és teljesen fölösleges még egy LDAP szerver ugyanoda és a kettő között replikálni, úgyhogy a Samba 4 LDAP-ja működik. Tehát van LDAP szerver az NTL-ban, mert sokan mondták, hogy hopp, miért vették ki, miért nincs LDAP? Van, csak a Samba 4 nyújtja az LDAP szolgáltatásokat, nem az Open LDAP. Hasonló helyzet gyakorlatilag, mint egy Windows szervernél, ott sincs még egy plusz LDAP, hanem ha bekapcsolod az LDAP szolgáltatást, akkor maga a Windows szerver fogja nyújtani neked az LDAP szolgáltatást. Ugyanez a helyzet itt is. Na, lássuk, mik az újdonságok a 4.0-ban. Itt jelent meg először az Outlook 2013-as támogatása, itt már natívan, gond nélkül tökéletesen működik az Outlook 2013, és a korábbi verziókban csak 2007-től 2010-ig működtek, most már a 2013 is megy. Ez a legnagyobb újdonság, igazából az egyetlen olyan plusz extra, ami megjelent benne, leszámítva azokat, amit az előbb elmondtam, hogy újabb szoftververziók kerültek bele, illetve a 14.4-es Ubuntu LTS alapra épül már ez a rendszer, és egy csomó mindent fejlesztettek benne. Ezek nem új funkciók, csak jobbak, többet tudnak egy picivel, vagy javítottak rajta ezeken a funkciókon. Ilyenek az Exchange Server kompatibilis OpenChange rendszer, ami rengeteget fejlődött, sokkal jobban működik a PST importálás, az Outlook Anywhere szolgáltatáson is fejlesztettek egy csomót, az automatikus szerverfelismerés is jobban működik, több virtuális tartomány támogatása az Exchange kompatibilis módban, az is egy lényeges fejlődésen ment át, javítottak értelemszerűen a 2007 és 2010-es Outlook támogatásán is, tehát nem csak megjött a 2013-nak a támogatása, hanem a korábbi verziók is jobban támogatottak, több dolog működik már velük, illetve jobban. A megosztott naptárak és kapcsolatok működésén javítottak egy csomót. A többnyelvűség támogatásának a postafiókokban, ez szintén inkább az Exchange kompatibilis rendszer tekintetében változott, mert a normál IMAPOP 3 SMTP rendszernél ezzel korábban se volt semmi probléma. A házon kívül üzenetek kezelésén, illetve ami változott jelentősen, hogy az IPsec plusz L2TP-s trükközés helyett egy tisztán L2TP-s megoldás került bele. Ez mint újdonság. És akkor muszáj szólt egy csak arról, hogy mik kerültek ki a rendszerből. Egy jó pár dolog távozott a NTL 4.0-val, aminek a fő szempontja az volt, hogy a fejlesztési irány, illetve a fő funkciók fejlesztése gyorsuljon, az még jobb minőséget adjon. Kikerültek belőle kevésbé használt csomagok, illetve egy-két dolog,
megszűnt, ami azért jó lenne. Nem mondom azt, hogy ezeket nem lehet megoldani. Tehát azért, mert a Zentiák kezelő felületéből nem érhetők el, ha akarod, akkor Linux szinten ezek megvalósíthatók, működhetnek. A képzésen lesz szó például az egyik dolog, ami kikerült a webes felületről, a mentések kezelése. Ez viszonylag egyszerűen menedzselhető Linux szintjéről is, tehát nem egy akkora vérveszteség, mint az ember elsőre megijed, hogy jaj. Tehát technikailag ott van, ott mögötte azok a technológiák, amik a mentésre például alkalmasak. Meg fogom mutatni majd a képzés sorozaton, hogy hogyan használt, hogyan tudsz konzisztens, tökéletes mentéseket csinálni az NTL szervedől, tényleg pofon egyszerűen. Eltűnt belőle a behatolásvédelem, ez a tűzfal funkció mellett lehetett esetleg hasznos, ez áldozatul esett tényleg annak, hogy a többi funkció jobb, több gyorsabban fejlődjön benne. A szünetmentes kezelés is nagyon egyszerűen megvalósítható pár parancsal, úgyhogy az sem akkora nagy vérveszteség, ez nemrég jött be, aztán most gyorsan ki, ez elmúlt belőle. A monitoring az egy egyszerű grafikon volt csak a rendszerben, ami szintén eltűnt, ami mutatta a terhelési grafikonokat. Ezek a grafikonok a kereskedelmi változatnál a távmenedzsment rendszerben lesznek elérhetők, a normál helyileg futó rendszerből kikerült, de bármilyen terhelés monitoringot rá tudsz tenni megint csak a rendszeredre. Nincs benne rádiusz, oké, akinél wifi autentikáció erre épül, annál ez egy kicsit kellemetlen, ezt tudom, viszont megint csak nem volt egy széles körülön elterjedten használt dolog, ezért ez is kikerült belőle. Ahogy a webszerver se, az NTL nem elsősorban egy webszerver funkciójú dolog, így ennek a menedzsment lehetősége is kikerült. Ettől még alá tehetsz, föltehetsz a Linux oldalra egy Apache-ot vagy Nginx-et, egyébként a menedzsmentet, a webes menedzsmentet egy Nginx rendszer biztosítja számodra. Eltűnt belőle a RoundCube webmail, ez viszont semmiféle hátrányt nem jelent, hiszen van helyette egy teljes csoportmunka webes felületemben, van webmail is, ez a Shogo rendszer, úgyhogy fölösleges volt kettő ilyen rendszer a Zentiába, az, ami kevesebbet tudott, távozott. És amint az előbb mondtam, az IPsec VPN támogatás kikerült, maradt helyette, illetve került be helyette egy jobb Layer 2 tunneling protokoll támogatás, és maradt az OpenVPN természetesen, mint elsődleges VPN szolgáltatása az NTL rendszereknek. És mondom még egyszer, egy csomó olyan dolgot, ami így kikerült, nagyon egyszerűen el lehet végezni, ahhoz már kell egy pici Linux tudás, de nem olyan bonyolult, mint elsőre hinni az ember. Ma már a Microsoft is a PowerShell felé tereli a felhasználókat, hogy hát látod, mennyivel jobb parancsorból dolgozni, tanuld meg a PowerShell használatát. Hát a Linux meg pont fordítva jött, egy kicsit a grafikus felület jött be az utóbbi időben a parancsor helyett, de a parancsor ebben az esetben még fényévekkel veri a Microsoft technológiákat. Bár ott a Microsoft kapaszkodik, a grafikus felületben meg a Linux, lehet versenyezni, hogy melyik a jobb. A lényeg, hogy gyakorlatilag ilyen parancsori technikákkal nagyon sok ilyen funkció, ami most ugye webes felületről nincs, gyorsan, egyszerűen elvégezhető. Meg fogom majd egyszer mutatni a képzés során ezeket is, hogy ezek hogy mennek, hogyan tudsz egy picit Linuxos irányból is közelíteni ehhez a egyébként grafikusan menedzselhető rendszerhez. És a gyakori kérdés a frissítés. Hogyan, miről lehet frissíteni? Most hagyjuk a Windows-okat, azt már elmondtam, hogy milyen Windows szerverekről frissíthet Zentiára. Zentiáról Zentiára való frissítés is egy jó kérdés. A közösségi változatnál mindig az egyel előtte lévő közösségi változatra tudsz frissíteni, tehát jelen esetben a 3.5-ös közösségi változatról tudsz a 4.0-ra. Ez túl nagy fájdalommal nem kell járjon, hiszen már a 3.5 is a 14.4-es LTS Ubuntu-ra épült, tehát maga az alapoperációs rendszer alatta nem kell, hogy frissüljön, és számos technológia már ott lett bevezetve, bemutatva, ami most a hosszan támogatott 4.0-ba bekerült, mint stabil, kiforrat, kitesztelt feladat. Ugye a közösségi változatoknál majd fogom mutatni a verziókat is, hogy hogy haladnak, ott sokkal frissebb dolgok jönnek, mint a hosszan támogatott kereskedelmi változatnál, pedig lassabban fejlődik a megbízhatóságot, ugye egy sokkal fontosabb dolog. Kereskedelmi változatból jelen pillanatban 3.2 SP2-es a legfrissebb, erről is lehet a 4.0-ra frissíteni. A frissítésekkel, ha már van rendszered, erősen azt mondom, hogy várjál.
mindig minden rendszernél ezt mondom, ez nem Zentia specifikus, én nem szeretek frissíteni egy frissen megjelent új rendszerre, várjuk meg azt, amíg azonnak esetleges gyermekbetegségei, meg a frissítés nehézségei kijönnek, meg fog jelenni az NTA-nál is egy-két hónapon belül mindig megjelenik az a dokumentáció, hogy hogyan frissíts, illetve ott, ahol szükség volt szoftveres beavatkozásra a frissítés folyamatába, ott jött hozzá a szoftver, amivel frissíteni tudtad a korábbi verziókról. Az nagyon fontos, hogy az Active Directory technológiánál korábbi Zentialok, ugye ez a kettes verzióvonal, nem frissíthetők a 4.0-ra, hiszen nem Active Directory technológiákról beszélünk. Ott végig kell járnod a létrát, mondjuk hasonlóan, mint egy Windows-os környezetben, tehát hogy a kettes vonalról a megfelelő hármasra, és a hármasról a négyesre tudsz frissíteni. Az a lényeges különbséggel, hogy ezek itt nem fizetős verziók, amiket ez ott esetben ez meg kell venned, vagy persze használhatod a Windows-t is egy-két hétig, hónapig, aztán pár hónapig használható licensz nélkül, de ott is végül is áthidalható. Itt is értelemszerűen itt viszont nem tart vissza téged semmi attól, hogy az aktuális hosszan támogatott verziókra folyamatosan frissíts, nem kell leragadnod egy régi verziónál, hiszen nem kerül licenszköltségedbe a frissítés. A kereskedelmi változatnál se. Tehát a kereskedelmi változatnál nem egy konkrét verziót veszel meg, hanem a kereskedelmi támogatást és az ehhez járó extra szolgáltatásokat. Tehát maga az operációs rendszer úgy is továbbra is ingyenes marad számodra, ami azt jelenti, hogy bármikor bármelyik verziót használhatod a kereskedelmi verziók közül, ha van kereskedelmi támogatásod. Tehát ott nincs olyan, hogy most megveszed mondjuk a 4.0-hoz, és amikor megjelenik majd 2 év múlva az 5.0, akkor ott megint plusz fizetned kell. Nem, itt egy folyamatos, ugye ennek egy éves díja van, ami szolgáltatást nyújt a neked az NTR, illetve itt mi a Magyarországon a Linux Akadémia, ezért a szolgáltatásért fizetsz, ezért bármikor a aktuális támogatott verziók közül bármelyiket használhatod. Na és akkor említettem ezeket a verzió dolgokat, tegyük egy picit tisztába, amúgy ezt a táblát megtalálod az ntr.org oldalán is, onnan vettem én is. A fontos dolog, egyrészt ugye az Ubuntu release-ek hozzá, jelen pillanatban a 14.4-esnél tartunk, erre épült már a 3.5-ös Zential verzió, ami egy közösségi változat volt, és most jelent meg a múlt héten a 4.0. A 4.0 egy hosszan támogatott változat, és egészen az 5.0-ig nem fog frissítést kapni, mármint olyan értelemben, hogy a 4.0 marad, mint verzió, service pack-ek fognak érkezni hozzá. A módszer itt az, hogy jelennek meg negyed évente a 4.1, 4.2, 4.3 és így tovább verziók. Ezekbe kerülnek be az új funkciók, ezek csak közösségi változatban lesznek elérhetők, azoknak kereskedelmi változata nem lesz, és abban van olyan funkció, ami kipróbál stabil, kiforrott, akkor service pack-ként visszaportolják a 4.0-ba, és akkor majd jön a service pack 1, service pack 2, és így tovább. Ez a 3.2-es sorozatnál úgy nézett ki, hogy a 3.3-ból visszakerült a service pack 1-ként egy-két funkció 3.2-be, módszerrel került vissza egy-két funkció, szintén a 3.2-be az SP2 service pack formájában. És majd jön 2016 áprilisában a 16.4-es hosszan támogatott Ubuntu szerver, és ennek megfelelően 2016 őszén majd az 5.0, ami újra egy új kereskedelmi változat lesz, de odáig a kereskedelmi változatból nem lesz frissebb, csak service pack-eket fogsz kapni. Tehát így néz ki a fejlesztés menete, illetve a fejlődése a rendszernek. És akkor most egy pici szünet majd jön, illetve előtte az ezzel kapcsolatban levő kérdéseket igyekszem megválaszolni, és a szünet, illetve a kérdések megválaszolása után jön majd egy gyakorlati bemutató arról, hogy ezt hogyan is csináld a Zentiállal, tehát fogok egy Zential 4.0-át, és föltelepítem rá az Active Directory tartományvezérlő funkciót, az OpenChange funkciót, a hitelesítés szolgáltatót, beállítom Active Directory tartományvezérlőként, beléptetek a tartományba egy 8.1-es Windows-t, azon elindítom az Outlook-ot, amivel kapcsolódok a rendszerhez, illetve egy-két management dolgot meg fogok mutatni. Egyrészt az NTF felületéről való management egy pár mondatba, illetve a Windows-os AirSat használatát is, hogy azzal is működik.
És mindezek, még egyszer mondom, majd bőven részletesen a következő hetekben az online zentiá képzéseken, ami ugyanitt lesz, ugyanezzel a környezettel, csak ott nem fogok ennyit beszélni az elején, mint most, hanem ott már rögtön a kezdetektől belecsapunk a mély vízbe, és jöhet a zentiá telepítés. Fogod kapni automatikusan e-mailben az információt, hogy mikor lesz a következő ilyen képzés alkalom. Terv szerint általában így szerda esténként fogjuk ezt tartani. No, akkor most először egy 15 perc szünet, ez alatt átnézem a kérdéseket, és a szünet után azzal fogom folytatni, hogy ezeket a kérdéseket, amit az eddigiekkel kapcsolatban föltettél, megválaszoljam, és akkor utána jöhet a gyakorlati rész. Tibor kérdezte azt, hogyha felhőbe vagy VPS-re szeretné telepíteni, ahol a domain.com levelezését szeretné vele megoldani, akkor a legfelső doménnek ezt kell beállítani, vagy valami mást és virtuális doménnak. Nyugodtan beállíthatod ezt, a levelezés részletes beállításairól pedig majd a képzésen fogok beszélni, és ott meg fogod érteni azt is, hogy hogyan hozol létre. Ugye a tart maga, amit megadsz tartomány, két tartomány kell, ezt ma látni fogod, az egyik maga az Active Directory tartomány, a másik a levelezési tartomány. Célszerű, ha ez ugyanaz, mert úgy fog működni az Autodiscovery. Ha nem ugyanaz, akkor nem fog működni az Autodiscovery, ettől még be lehet állítani. Tehát bármelyiket is választod, jó, működik bizonyos korlátokkal, de majd amikor a levelezés csoportmunkarendszerről lesz szó a képzésen, akkor ezt részletesen el fogom mondani, hogy hogy és miként működik. Árpád kérdezi, hogy nincs felhasználó korlátozás, illetve hogy az Outlookra sincs korlátozás. Nincs. Tehát nincs semmiféle licenszkorlátod arra, hogy hány felhasználód lehet a rendszerben. Attila kérdezi, hogy nincs semmilyen jogi vita a Microsoft-tal OpenShift tekintetében. A jogi vita az lezajlott évekkel ezelőtt, csak nem az NTL és a Microsoft között, hanem az USA kormánya és az Európai Unió vezetése és a Microsoft között. Ők szépen megkérték a Microsoftot két dologra, az egyik az, hogy publikálja a technológiáinak a dokumentációját, ebbe beletartozik az Exchange is, mondjuk, illetve a másik, hogy némi tiszteletdíjat fizessen be az USA, illetve az Európai Unió kasszájába. Mind a kettő megtörtént. Ez évekkel ezelőtti történet. A dolog lényege az, hogy gyakorlatilag egy dokumentált dologról van szó, egy dokumentált, nyilvánosan elérhető dokumentáció alapján készített protokoll alap megvalósítás történik itt, ez esetben, úgyhogy jogi oldalról a Microsoftnak nem nagyon van ez ellen appellátási, vagy ellenállási lehetősége, és arra sincs ennek megfelelően, hogy elkezdje szivatni azokat, akik ilyet csinálnak, mert akkor bizonyos kormányok úgy a fejére koppintanak egyet, és újabb tiszteletdíjakat kérnek tőle, ami meg nem annyira érdeke. Szóval a dolog lényege az, hogyha nem is teljesen önként és dalolva, de dokumentálta ezeket a dolgokat. Ugye régen a Samba 2, Samba 3 idején az NT Domain Controller Reverse Engineering technológiával visszafejtéssel valósították meg a Linuxba, de a Samba 4 és az OpenChange már nem így készült, hanem szabályos dokumentáció alapján. Sándor érdeklődik az Outlook 2003 támogatásával kapcsolatban. Technikailag azt hiszem működik hivatalosan, ez már nem támogatott a Microsoft részéről sem, már mint az Office 2003. Úgy emlékszem, annak már egy ideje lejárta a támogatottság ideje. Próbált ki, nem kizárt, hogy működik. Emlékeim szerint a legújabb Exchange-ekkel már például egyáltalán nem. Talán az OpenChange-el még igen. A 3.2 SP2-ben lévő még működött, határozottan emlékszem, tehát valószínűleg most is fog. De hivatalosan nem tartozik a támogatott kategóriába. Aztán István kérdezi azt, hogy milyen hypervisort javaslok az NTL alá, már hogyha virtuális környezetbe akarod tenni, gyakorlatilag bármilyen virtuális környezetben működőképes az NTL, ahol az Ubuntu Linux 14.4-es szerver működőképes. Tehát működnek a Linuxos technológiákkal, Xen Hypervisorral, Xen Serverrel, VMware-nek a különböző technológiáival, a Linux KVM virtualizációval, VirtualBox-szal, lehet válogatni gyakorlatilag a különböző felhőszolgáltatásoknál, akár ha valakinek ez a vágya Azure-ba is beteheti, hiszen a Microsoft hivatalosan ott is támogatja, vagy ott támogatja a Linuxot, mint vendégoperációs rendszert gyakorlatilag a annyi plusz van, hogy a normál telepítés után az adott virtualizációs környezetnek a szoftvereit föl kell telepítened
a Zentiába. Ebben az esetben egyszerűbb az életed a Xen Hypervisor-ral vagy Xen szerverrel, mert az semmi extrát nem igényel, benne van gyárilag a Linuxban, és a többinél, VMware-nél, meg a Microsoft Hyper-V-nél, Azure-nál, ezeknél pedig föl kell tenned a szoftvereket külön. Endre kérdezi, hogy szünetmentes telepítésről hol talál információt. A Network UPS Tools, az NUT nevű program az, amire keres. Lesz majd a képzések során szó arról, hogy az ilyesmiket hogyan tudod beállítani. József kérdezi, hogy ha most telepít egy közösségi támogatású Zentiel 4.0-át, akkor az az 5.0-áig megjelenéséig kap-e frissítéseket, vagy negyed évente váltani kell a mindig éppen megjelenő legfrissebb 4.x verzióra. A 4.0 hosszan támogatott verzió, függetlenül attól, hogy kereskedelmileg használod, a változatát használod, vagy a közösségit. Ami fontos, amit mutattam ebbe a táblázatba, akkor ezt egy pillanatra oda visszalapozok. Tehát itt, ha te valamelyik 4.1-es, vagy most 3.3-as, 3.4-es, 3.5-ös verziót használsz, akkor ahhoz nem találsz majd frissítéseket most már. Tehát gyakorlatilag azok kifutott verziók. Míg a 3.2-es is hosszan támogatott, a közösségi is, a 4.0-as is hosszan támogatott, és az 5.0-as is hosszan támogatott lesz, de ha frissítesz 4.1 közösségire, akkor muszáj lesz frissítened 4.2-re, 4.3-ra, és így tovább. Tehát éles környezetben én ezeknek a egyébként sem annyira kiforrott verzióknak a használatát nem javaslom. Az ilyen pont akárhányas verziók, tehát pont 1, pont 2, pont 3 és így tovább, ezeket kifejezetten tesztelési célra javaslom. Éles környezetben mindig hosszan támogatott verziót használj. Eddig ebbe a 3.2 volt a javasolt, most már a 4.0, aztán majd 2 év múlva jön az 5.0, de addig ne frissíts. Itt annyi előnyöd van a kereskedelmi változatból, hogy abba service pack formájában érkezni fognak a funkciók, ami a 4.1, 4.2, 4.3-os, stb. Már kitesztelt funkció lesz. Ezt nem fogod tudni megkapni a közösségi változatokban, csak úgy, ha negyed évente frissítesz. Ez a két út áll előtted. De a 4.0-hoz természetesen folyamatosan kapsz biztonsági frissítéseket, tehát ilyen problémád nem lehet, hogy ezt negyed év múlva frissítened kellene. Nem kell. Jó, volt itt egy jó pár technikai kérdés. A technikai kérdésekre egy vagy kettőt kiemelek itt most, de a többségére majd a képzések során fény fog derülni, tehát gyakorlatilag el fogom ott mondani az adott területnek a hogyanját, mikéntjét, úgyhogy arra ott fogok inkább választ adni. Itt most egy-két dolgot kiemelek, ami talán érdekes lehet, mint Imre kérdése, ahol azt kérdezi, hogy Active Directory felhasználóit hogy lehet egyszerűen kiexportálni és beimportálni egy másik Zentiába. Nem lehet gyakorlatilag Active Directory felhasználókat importálni, exportálni, ez nem egy lehetséges dolog, hiszen maga a tartományi adatok nélkül értelmetlenné válnak ezek az adatok, úgyhogy ez nem megy. Ha az a kérdés, hogy hogyan tudsz teljes mentést csinálni és visszaállítást, akkor arra van a webes felületen egy lehetőség, ahol teljes beállítás mentést tudsz csinálni, amiben a teljes Active Directory is benne van, és azt ki tudod exportálni, és kompletten a teljes AD-t vissza tudod importálni, de az ugyanaz az AD marad, ez nagyon fontos. Tehát olyat nem tudsz csinálni, hogy egyik AD-ből a felhasználókat kiexportálod a másikba be, és megmaradnak a jelszavaik, stb., hanem azt tudod csinálni, hogy a komplett AD-t lemented, és a komplett AD-t visszatöltöd. Ez a normál teljes konfigmentés megy, tehát egy ilyen katasztrófa visszaállítás az természetesen megy, komplett beállítást összes felhasználó csoport mentelhető és visszaállítható. Ez a rész megmaradt a rendszerbe. Ezen felül még természetesen az adatokat kell mentened valamilyen technológiával. Ennek az utóbbinak a menedzsment felülete került ki a 4.0-ból, de majd meg fogom mutatni a képzéseken, hogy azért ennek ellenére ez viszonylag egyszerű feladat, ami elvégezhető, már az adatok mentése. De még egyszer a konfigok, felhasználók csoportok, tehát a komplett AD mentése az továbbra is támogatott a rendszerbe. Ferenc kérdezi, hogy Windows 2000-es domain controllert is át tud venni. Közvetlenül nem. Jelen pillanatban a Zentiában lévő szamba úgy van beállítva, hogy 2003 R2-es szintű fát és tartományt igényel. Visszabutítható kis kézi munkával a szamba 2000-es szintre, tehát maga a szamba 4 támogatja a 2000-et, de a Zentiár direktben nem. Tehát ebben az esetben vagy az a trükk, hogy egy Linuxos szambára migrálunk át kézzel, vagy egy Windows 2003-ra migrálsz át, R2-re migrálsz át kézzel.
valamilyen módon, és utána tudsz Zentiára migrálni. Tehát a minimum Windows tartományi szint, ami kell ahhoz, hogy migrálni tudják, 2003 R2. Lapozgatok itt, most még jött egy jó pár technikai kérdés. Azok a technikai kérdések, még egyszer, amik a egy-egy adott témához tartoznak, majd a képzés során kerülnek megválaszolásra, gyere el a képzésre, és ott meg fogom tudni neked válaszolni. És akkor még egy utolsó kérdés, mert ez egy nagyon jó kérdés Alberttől, hogy 32 bites verzió letölthető-e? Nem, a 4.0 Zentiából már nem készült 32 bites verzió, igazából a létjogosultságát sem látom a 32 bitesnek. Annyira régi hardverre, ami még nem tudott 64 bitet, hát nem tudom, hogy miért akar szerver tenni őszintén szóval. Tehát az tényleg valami bűnrégi hardware, amin a teljesítmény sem lesz az igazi. Már nagyon sok éve a hardverek támogatják a 64 bites technológiát, azt használd, az a jobb változat. Ha muszáj és mindenképpen 32 biten akarod megoldani, akkor a módszer az, hogy fogsz egy Ubuntu Server 14.4-es 32 bites változatot, azt föltelepíted, mint Ubuntu Servert, majd utána az NTL oldalán le van írva a dokumentációba, hogy milyen csomagforrásokat kell betegyél az Ubuntu-ba, ami után már föl tudod telepíteni a 32 bites változatot, de az semmilyen formában nem támogatott pár a 4.0-ba. Tehát közösségi változatként tudod használni, nyilván közösségi támogatás van, de kereskedelmi támogatást ahhoz már nem fogsz tudni kapni, csak a 64 biteshez.